Játékmesék! Sziasztok, gyerekek! Látogasson ki a repülőtérre! A kis mackó nagyon szeretne pilóta lenni. Segítsünk neki! Bizony, a pilóták repülőgéppel dolgoznak. Mennyi fajta repülő áll rendelkezésére? Legyen mondjuk ez. Ez olyan szép utasszállító repülő. Jöjjön először a takarítás, mert valaki nagyon összekoszolta. Mielőtt beállt a hangárba, lehet, hogy elfelejtették lemosni. Hát igen, azért egy repülő nagyon nagy. Na de nem baj! Nézzétek, a mi kis maci kapitányunk segít nekünk. Jó. Jól lehaboztuk, jött az öblítés. Na most már egészen gépállagú ez a gép. Jöhet egy kis sikavaka. Úgyni, jó is lesz. De hát, műszakilag sincs rendben. Egy kicsit helyrehozzuk. Lássuk csak, először kell neki egy kis hegesztés. Bizony, bár ugye, javarészt üvegszálas anyagokból épül fel. A burkolat azért előfordulhat, hogy fém. Ezt most szépen meghegesztjük. Nagyon ügyes hegesztőnk van. Meg is kell tölteni. Szegény kis gép. Nagyon szomjas. Ó, nem mellé. Bele. Mondom, bele. Ó, a fele mellé megy. Ó, még jó, hogy nem robbantunk fel. Fel kell fújni a kerekeit is. Hát, ehhez jó nagy pumpa kell. Hatalmas nyomásra van szükség. Nézzétek, ezeket a horpadásokat ki kell kalapálni. Hát igen, amit ki kell, azt ki kell kalapálni. Jó. Nagyon jó, most már szépen néz ki a gép. Mehetünk is. Mit csinálunk? Megrakjuk a csomagteret. Úgyni. Szépen föl-föl, még szerencse, hogy van futószalag. A fenti munkás mindent a helyére tesz. Nagyon fontos az, hogy ezeket a táskákat egyenletesen osszuk el, mert a súlyelosztás nagyon fontos egy repülőgépnél. Ó, hát a takarítás is elég fontos lenne. Hogy néz ki ez a gép? Szedjük össze a dolgokat. Igen, ha hiszitek, ha nem, az utasok általában úgy hagyják ott a gépet, mint mondjuk a bazit. Nagyon koszosan és rendetlenül. Ezért van az, hogy rendet kell tenni, úgynevezett előkészíteni a gépet a következő járatra. Minden alkalommal. Bizony, de hogy a pókháló mit keres ott, légi pók is van. Nézzétek azokat a makacs szennyeződéseket, ez majd jól levesz. Úgyni. Majd jól eltávolítja ez a varázsszer. Jó, na most egy kicsit letörölgetjük ezeket. Látod? Sokkal könnyebb. Sikálhattuk volna. Nagyon sokáig enélkül. Még jó, hogy befújtuk. Jöjjön még egy porszívó. Mindenféle fajta kosz, ropi. Minden ott marad. Tudjátok? Nagyon szeretik az emberek a ropit. Jó, most már szép a gép. Hát? Mi van itt? Ej. Tiszta kosz az ablak, alig látok ki rajta. Így aztán a pilóták se látnak ki. Tudjátok, a mi kis maci kapitányunk, hát hogy fog így kilátni? Most már sokkal jobb. És ott ezek a csavarok. Az egész műszerfal rezegni fog. Felidegesíti szegény kapitányt útközben. És én nem idegesíteném fel a pilótát. Úgy-úgy, jó alaposan megrögzítjük. Jó. Mindent a helyére.
Most már egészen pilótafülke és a pilótafülke, hogy kell beindítani a gépet? Figyeljetek! Mindent el kell fordítani, mindent be kell kapcsolni. Minden zöld, mehetünk. Most pedig adunk neki egy kis kakaót. Bekapcsoltak a műszerek. Minden jó. Indulás! Wow! Fel is szálltunk. Ez a Maci kapitány nagyon ügyes. Nézzétek, milyen gyorsan felhúzza. Hát, gyorsan elérte az üzemi hőmérsékletet és a felszállási sebességet ez a gép. Hú, ott van egy nagy felhő. Azokat próbáljuk meg elkerülni. Nem kell nekünk a vihar. El innen. Ezeket a csillagokat össze kell szedjük. Felhő, a felhők fölött repülünk. Mindenhol repülünk. Nézzétek! Csak úgy át tudunk repülni a felhőkön. Ó! Oh, ez hó! Ez egy nagy hóvihar! Ó! Oh, lefagytunk. Nem baj, letörjük. Látjátok? Mindenre képes a mi kis Maci kapitányom. Madarak, madarak! Ó, a madarak nagyon veszélyesek a turbinára. El innen, madárkák! Most akartam mondani, hogy nehogy véletlen megint belerepüljünk ebbe a madárseregbe. Zsum! Szedjük csak szépen össze a csillagocska bogaracskákat. Nagyon jó. Már csak néhány kell, és meg is érkeztünk. Bizony, hát a mesében a mi kis Maci kapitányunk így számolta a távolságot a csillagokba. Nagyon jó. Ügyes voltál, kapitány. Köszönjük szépen, hogy letetted a gépet nekünk. A kis zsiráf szeretne kirándulni, de össze kell mindent pakolni. Ott van a pénztárcája. Zokni, az nagyon fontos. Kis bicska? Nem. Síléc? Persze, menjünk sígul. Napolaj. Ha hiszitek, ha nem, nagyon kell a havas területre. Könnyű leégni. Hol van a pulóvere? Látjátok a pulóverét valahol? Ott van lenne a földön. Pecabot. Hát persze, ha nem találunk sízni valót, akkor pecázunk. Napszemüveg. Mindent összekeversz. Zene. Zene nélkül nem lehet semmit csinálni. Sapka az mindenképpen kell. Jó, már több mindent ne tegyünk bele. Még a gumikacsa jöhet. Oké. Huhú, itt is vagyunk a becsekkolásnál. Itt kell bejelentkezni. Látjátok, ez a biztonsági terület. Meg is érkeztünk. Jön a mi kis utasunk. Megjöttünk. Nézzétek, taxival jött. Igen, csak drága a reptéri parkolás. Jöjjön a bejelentkezési asztalhoz. Na most, először is megérkeztünk. Jó napot kívánok. Itt van a táskám. Szeretnék bejelentkezni. Itt van az útlevelem. És lássuk, hogy hova repülünk. Hát egyértelmű. Amerikába! Meg is van a jegy, meg is van a beszállókártya. És még most itt ki is kell fizessük? Ó, a kutya fáját. Én azt hittem, hogy már nekünk nem kell fizetni. Na jó. $22. Hát nem mondom, nem kevés pénz. Egy beszállókártya kinyomtatásáért. Jó, köszönöm szépen. Megyek is, jöjjön a biztonsági ellenőrzés. Ehhez fölmegyünk ezen a mozgó lépcsőn. Úgy szeretem a mozgó lépcsőket. És mehetünk az átvilágításhoz. Szia kis bagoly bácsi! Most átvilágítjuk a táskámat. Remélem, hogy nincs benne semmi. Kalapács! Bocsánatot kérek, nem akartam hozni a kalapácsot. Ezt elkobozzák. Tűzi játékot is benne felejtettem. Igen, mert tetszik tudni, egy bulin voltunk és tűzi játékoztunk.
Na most ne tessék már azt mondani, hogy a vízipisztolyt is le kell tenni. Fegyvernek látszó tárgy. Ó, ugyan már, csak egy literes ásványvíz, szomjas vagyok. Nem lehet csak 100 millit felvinni. Á, hát ez borzalmas. Elvették a kalapácsom. Ó, ez rettenetes. Na jöjjön az átvilágítás, hogy nem ettem meg egy kalapácsot. Ugye, hogy semmi nincs, de van. Na mi van nálam? Mágnes. Ó, hát igen. Éppen a kertben játszottam a mágnesekkel. Öngyűjtó. Most miért akarjátok elvenni az öngyűjtómat? Hát így hogy fogok dohányozni? Igazatok van? Rossz szokás. Na jó. Gyufa. Hát mondtam, hogy dohányzom. Oké, na itt a gyufa is. A zsebkést. A zsebkésemet nem adom, azt a testvéremtől kaptam. Vissza fogom kapni, ha leszálltam megint. Beleteszem majd a nagy táskába. Jó. Oké, ezt fel fogjuk adni a podgyászba. Na, meg volt a biztonsági ellenőrzés. Akkor most lássuk, hogy merre megyünk. Még egy beszállókártya ellenőrzés. Igen, megnézik az útlevelünket, mert hát nemzetközi járaton megyünk keresztül. Jó, te Franciaországba mész. Elegy. Szia, kutyus! Te hova mégy? Á, Ausztráliába. Tessék, menj szépen Ausztráliába. És most jövök én Amerikába megyek. Én tudom, hogy Amerikába megyek. Tessék. Jó, Amerikában mi van? Szabadságszobor. Remélem, meg fogom tudni nézni. Menjünk át tovább. Meg volt az útlevél ellenőrzés, a becsekkolás, a biztonsági kapu. Most már szálljunk fel a gépre, mert nagyon vár minket a kapitány. Mindenki szeretne felszállni? Gyönyörűen kitakarították a gépet. Nagyon örülök neki. Így aztán szépen mindenki lecsücsöl a helyére. A táskáját betesszük föntre. Mindenki a helyére, és a miénk a hármas szék. Jaj, de jó. Feltesszük a táskákat föntre. Bizony. Oké. Biztonságosan bekapcsoljuk az öveinket. Mert felszálláshoz mindig be kell kapcsolni. Indulás! Ahogy már az előbb is láttuk, gyönyörűen felszáll ez a gép. És biztonságban eljuttat bennünket oda, ahova menni akarunk. Hát, a repülés során lehet fogyasztani. Amerika bizony messze van. Hosszú az út. Eszünk, iszunk, mulatunk. Akár még mesét is lehet nézni. Banán. Rántotta. Alma. Mindent felszolgálnak. Alukáljatok. Pihenjetek egy kicsit. Igen, csak hosszú az út. Mindenki pihenjen. És aludjon egy jót, mert nem sokára megérkezünk. Bizony, már itt is vagyunk. Nagyon jó! Megérkeztünk. Igen, csak jó repülőút volt, és gyönyörű landolás. Vegyük hát át a csomagjainkat. Mindenki megérkezett. A kis oroszlán. A kis róka. Mindenki nagyon örül. És mi is megjöttünk. A kis zsiráf. Indulás! Még útlezárás. És itt egy táska, vegyük fel. Ó, hiába. Majdnem összetörte az autónkat. Jó, jó, inkább átmegyünk a túloldalra. Itt van egy lerobbant golfkocsi. Nem szabad. Itt van a csomagautó, annak sem szabad neki menni. Még a végén baj lesz belőle. Ú, de nyikorodnak ezek a kerekek. Ott egy nagy csomag. Vagánykodni akartam. Látjátok? Sohasem szabad menősködni.
Meg is érkeztünk. Végre itt vagyunk a terminálon. Ó, azt hittem már sose érünk oda. És buszozni kell a világ végéig. Nagyon jó. Köszönjük szépen a segítséget. Ennyi volt hát az mese. Ha szeretnétek hasonlókat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is. És nem felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!